Mindenkit sok szeretettel köszöntök, a mai alkalommal az Activity alapfogalmával és működéséhez kötődő Activity életciklus függényekkel fogunk megismerkedni. Az Activity tipikusan egy képernyő, amin a felhasználó valamilyen műveletet tud elvégezni. Az Activity legkönnyebben egy ablakként képzelhető el. Az Activity lehet teljes képernyős, vagy pop-up jelleggel egy másik ablak fölött jelenik meg, erre néz és fogunk egy rövid kis példát ma. Egy alkalmazás tipikusan több activityből áll, amik lazán csatoltak egymáshoz. Legtöbb esetben létezik egy fő activity, ahonnét a többi elérhető. Jellemzően a fő vagy main activity jeleni meg az alkalmazás indulása után elsőként. A manifest állományban jelölnünk kell, melyik activity induljon el elsőként. Szamanin esetében itt nem a manifest állományba kell megtennünk, hanem használhatunk attribútumot. Itt lehet látni, szépen ki van jelölve, hogy az activity osztályunk előtt megadunk egy attribútumot, ugye az activity-n belül a main launcher teget egyenlővé tesszük, Túval, és innentől kezdve ez az az activity, ami elsőként fog elindulni, ugye a launcherről. Ami még fontos, hogy bármelyik activity indíthat újabb activity-t az intent segítségével, az intentekkel később még nagyon részletesen fogunk foglalkozni. Miután már tudjuk, mi az, hogy activity, beszéljük meg az activity életciklusát és az ehhez kapcsolódó életciklus függvényeknek a szerepét. De mielőtt erre rátérnénk, képzeljük el magunkat egy egyszerű élethelyzetbe, hogy megértsük, hogy miért volt erre szükség az Android fejlesztésekor. Képzeljük el, hogy a telefonunkon játszunk egy videójátékkal, ugye nagyon fontos, hogy telefonon vagyunk azért, és egyszer csak érkezik egy bejövő hívás. Ekkor előtérbe kerül ugye, a telefonaplikáció, és mutatja nekünk, hogy ki hív minket. Itt eldönthetjük, hogy fölvesszük-e a hívást, vagy elutasítjuk. Ha fölvesszük, akkor ugye elkezdünk beszélgetni a partnerünkkel, de közben vajon mi történik a játékkal? Azt várjuk el, hogy a játék ne lépjen ki, hanem úgymond a háttérbe vonuljon, pauzed állapotba kerüljön, mivel amikor befejezzük a telefonálást, akkor szeretnénk onnan folytatni a játékunkat, ahol abba hagytuk. Na pontosan ezért az ilyen esetekre találták ki az Activity-nek az életciklus modelljét. A képen látható függvényeket életciklus függvényeknek nevezzük, callback functions, az activity ezek segítségével reagál az őt érintő, kitüntetett életciklusbeli eseményekre. A callback függvényeket a rendszer hívja meg, nekünk, mint fejlesztőknek mindössze ezek implementációjáról kell gondoskodnunk. Nézzük sorra ezeket a függvényeket. Ugye először is elindul az activity. Lefut az onCreate callback függvény, az activity létrehozása a megfelelő initializáció, elvégzése is ekkor történik meg, mint például a layout betöltése. Ezután az onStart életciklus függvény hívódik meg, az Activity láthatóvá tétele, majd az onResume életciklus függvény jön, a felhasználó által is elérhetővé válik az Activity ebben a függvényben. Lehet látni az ábrán, hogy ekkor mondjuk az Activity-re az, hogy fut. Most kapjuk a bejövő hívást, ekkor, Jön az on pause életciklus függvény, az activity háttérbe küldése úgy, hogy részben még látszik. Ez olyankor fordulhat elő például, amikor egy másik felugró ablak megjelenik felette, de még alatta látszik az előző activity, tehát nem teljesen takarja ki, csak félig meddig, tipikusan ilyen on pause állapotot tudunk elérni, ha dialog activity hívunk meg. Ezután jöhet az on-stop életciklus függvény, az activity nem látható, de még nem semmisült meg, azaz most egy olyan activity takarja el a kezdő activity ami alatt semmi nem látszódik meg, tehát a kezdő activity már on-stop állapotban van. Az on-stop állapotból vissza tudunk menni az on-start életciklus függvénybe, az on-restart életciklus függvényen keresztül. Ugye az on-restart életciklus függvény az on-stop és az on-start között kerül meghívására, tehát az activity leállítása és elindítása között. Ha mégsem ö, nyílik erre lehetőségünk, ugye a felhasználó a back gombbal nem megy vissza, akkor lefut az on-destroy életfüggvény, ami ugye a lefoglalt erőforrások elengedésére szokásos föl használni, majd legvégül az Activity ne áll. Nagyon fontos tehát, hogy amikor az Activity fut, ugye az On Resume függőjén meghívódott, és megjelenik mondjuk a dialóg ablak az activity fölött, akkor az activity On Pause állapotba kerül. Ha Back gombot megnyomjuk a telefonon, akkor visszakerülünk az On Resume állapotba. Ha az activity fölé nem egy Dialog Activity, hanem egy teljes képernyős Activity kerül, akkor On Stop állapotba kerül az activity és innen, ha megnyomjuk a Back gombot, akkor az on restart életciklus függvényen keresztül elérkezünk az on starthoz, és utána meghívódik az on resume. Tehát ezeket a függvényeket így kell elképzelnünk. Nem olyan egyszerű ez, mint ahogyan én most elmondtam, sőt nem is biztos, hogy elsőre ez éltető. Ezért egy pici kis applikációt fogunk fejleszteni, amiben ezeket az életciklus függvényeket kilogoljuk, és a logket segítségével megnézzük, hogy mikor mi is történik. De nagyon fontos megérteni ennek a működési mechanizmusát, hiszen nagyon sok olyan élethelyzet van, amikor nekünk fejlesztőnknek ezzel reagálnunk kell. Például mi van akkor, hogyha az akkumulátorunk azt jelzi ki, hogy már mindjárt lemerül, és mi fut az applikációnk, nekünk ezt le kell tudnunk kezelni, és így még fontosabb, hogy megértjük ezeket az életciklus függvényeket például. Egy Activity alapvetően három fő állapotban lehet. Először is az, hogy futhat. Éppen ő van az előtérben, megkapta a fókuszt. Jó, ez nagyon fontos. On resume. Aztán egy Activity lehet pauzt állapotban, egy másik Activity van az előtérben, ám még ő is életben van, és részben látszik is ilyenkor van pauzállapotban, állapotban, és lehet egy activity stopped ö, állapotban, ő még él, azonban egyáltalán nem látszik, egy másik activity van az előtérben. Jó, tehát alapvetően három fő állapotban lehet egy activity, futhat, szüneteltetheti a, a, a működését, és leállított állapotban lehetséges. Jó, mint említettem, egy olyan alkalmazást fogunk készíteni, amiben kilogoljuk ezeket az életciklus függvényeket, és ehhez felhasználjuk az Android LogCat rendszerét. Legjobban használt log metódusok az a debug, az information és a warning, valamint az error is ide tartozik. Nagyon egyszerű a használata a Samarin rendszerébe ugye lesz egy statikus osztályunk, ami a log névvel hallgat, és meg kell hívni ezeket a metódusokat, például log.info, és két paramétert vár, az első az egy tag, amit mi tetszőlegesen megadhatunk, a másik pedig az információ, amit ki akarunk logolni. A tag azért nagyon fontos, mert rengeteg log üzenet kerül ki a nézetre, és a tag segítségével tudunk benne szűrni, hiszen amint a dián is látható, a beépített rendszer üzeneteket is lehet monitorozni a logkel segítségével, így valahogyan szűrnünk kell a log üzenetek között, és erre való a tag. Jó? Arra még oda kell figyelni, hogy szamari rendszerébe be kell húzni az Android.util névteret, hogy elérjük ezt a log osztályt ezután már csak egy dolog van hátra, hogy átlépjünk a Visual studio és elkezdjük a demo alkalmazásunk fejlesztését. Itt vagyunk a Visual Studio-ban, hozzunk létre egy új projektet, File New Project. A neve legyen az, hogy sandroid.activity.com életciklus. És akkor ezzel a demo alkalmazással fogjuk lekövetni a függvények működését, tehát az Activity életciklus függvényeinek a meghívódását annak sorrendjét a különféle beavatkozások hatására. Tulajdonképpen nincsen szükségünk most semmire, szinte ebből a kezdőprojektből. Nevezzük át az Activity egyet main activity-re, ez lesz a belépő activity -nk. Ugye lehet látni, hogy itt a main launcher -e egyelő true attribútum be van állítva, tehát ő lesz a kezdő activity. És ez az activity fog elindulni, amikor a launcher az ikonjára klikkelünk az alkalmazásnak. Jó? Tehát itt már is egyébként egy élet ciklus látható, egy életciklus függvény van fölülírva, onCreate, tehát ezt kellene ö, kilogolnunk, ehhez ugye az kell, hogy log, pont, még ugye nincs behúzva a megfelelő ö, névtér, control, pötty, és using Android Util. Behúztuk, megjelenik, log, debug, string tag, legyen ez most az, hogy test, legyen a tekünk azt, hogy test, és szépen az üzenetet ide tegyük be, így, -ni. Természetesen tetszőlegesen lehet ezt végrehajtani, de most a metódusok neveit fogjuk felhasználni. Hogyha ez megvan, akkor mehetünk tovább, például írjuk fölül azt, hogy override, on restart, vagy on resume, attól függ, kinek melyik szimpatikus, mindegyiket írjuk természetesen fölül, hiszen akkor fogjuk látni a dolgok működését, és akkor ezt is majd logoljuk ki, a log 2 re és on resume. Én most fölül fogom írni az összes életciklus függvényt, ezt egy kicsit előkészítettem, hogy időt nyerjünk, és akkor innen tudjuk folytatni. Előkészítettem az életciklus függvényeket, mindegyiket fölülírtam, tehát itt látható az onStart életciklus függvény, most válik láthatóvá az Activity, kilogoljuk a locket hogy onStart, aztán itt látható az onRestart, az onStop és az onStart között kerül meghívása ez a függvény, onResume láthatóvá vált az Activity, onPause, másik Active át a fókusz, de ez az Active most kerül pause állapotba, on stop, az activity már látható, most már stopped állapotban van, és on destroy, az activity nem sokára meg fog semmisülni. Tehát ezek a legfontosabb életciklus és ezeket kiküldtük a log Indítsuk el ezt az applikációt. megjelent az alkalmazásunk, és alapvetően ugye elő tudjuk húzni a locket itt a Target Android Device legöldülő menütől jobbra látható ez az i betű, ugye látható is, hogy Android Device Logging, ráklikkelünk, bejön a Locket, ugye Visual studio változata, egy ablak, ezt le lehet dokkolni például, aki nagyobb monitorral rendelkezik, így ni, mi, ehhez hasonló módon, és ami nagyon fontos, hogy gyorsan lehet ezekkel a nyomógombokkal szűrni, hibákra, figyelmeztetésekre és infókra, de ami nekünk kell az, hogy egy filtert állítunk be, ami a tegünk lesz, látható, hogy jó sok tag fut le, mono, monodroid, ugye ez a szamarinnak a, a log üzenetei, tudnánk megnézegetni, és itt van a nagy test tag, ezt mi adtuk meg, és már is láthatóak a képernyőnkön a különféle log üzenetek, OnCreate, OnStart, OnResume, OnPause, tehát ez többször lefutott. Most ezt megpróbálom kitörölni a Clear segítségével. Bezárom ezt az ablakot, és megmutatom még azt is, hogy honnan lehet még egyszer előhívni. Tehát View, Other Windows, és azt mondja, hogy igen, itt is az I betű, Android Device Logging. Így mi? itt vagyunk. Most visszalépek áll a menübe is, így né, kiválasztom a tesztet, lehet látni, hogy on pause, on stop, on destroy, amikor ugye kiléptem az alkalmazásból, de most el fogom indítani még egyszer, indítom, on create, on start, on resume, tehát create, start, resume, az alkalmazásunk fut, ha megnyomom a backet, akkor on pause, on stop, On Tehát nagyon szépen látható, hogy hogyan futnak le ezek az életciklus függvények. De itt még nem fejezzük be, menjünk egy picikét tovább, hozzunk létre egy új activity-t. Activity Second Activity legyen a neve. Ehhez hozzunk létre egy layoutot, second layout. Jó. Bejön a vizuális szerkesztő. Itt de bedobunk szépen két gombot. Egyik gomb, másik gomb. És akkor visszamegyünk a forrás nézetbe. Az első gomb az az lesz, hogy start, Third activity, activity, így. Né. Ennek az azonosítója lesz az, hogy button start third. Jó. Ez pedig lesz a másik gombunknak az azonosítója, ami pedig az lesz, hogy button back, vissza, és a felirata pedig az lesz, hogy back. Jó. Így nem mentem. Design nézes Tal third Activity. Tehát a harmadik Activity-t fogja elindítani a második, és itt van a Back. Nagyon jó. Akkor a Second Activity-t azt hozzuk létre. És hát jobban mondva írjuk meg a legfontosabb függvényeket. El kell kapnunk. Két először is, be kell állítani a Set Content View-val. A activity tartozó XML előforrást, ehhez, hogy tudja a rendszer az új azonosítókat, Rebuild Solution, jó, reményeim szerint most már tudni fogja, és azt mondjuk, hogy Resource, Layout, és Second, így tehát ezt fogjuk betölteni, most kikeressük a gombot, lesz -e egy Start nevű gombunk, Find, View by ID button, és Resource ID button start-tölt, ígyni, és a Start gomb klik eseményére föl fogunk iratkozni. egy intentel fogjuk majd elindítani a harmadik ö, activity de azt mi nem készítettem el, megírtuk csak ennek a, a törzsét most, ezt nem és akkor lesz egy olyan, hogy back nevű gomb, kiválasszuk a button back -et. És itt annyit fogok csak tenni, hogy az activity-t bezárom, hogy finish. Ez egy másik témakör, ugye az activity-hez egy úgynevezett backstack modell is tartozik, erről még nem beszéltem. Mm, legyen annyi elég egyelőre, hogy itt be fog zárulni ez az activity, és így erről a stackből elő tudja venni a rendszer a first activity inket ami ugye a main activity lesz, de erről később bővebben fogok beszélni. Ezzel készen is vagyunk, és még egy fontos dolgot állítunk be. Az pedig az, hogy ez az Activity nem teljes képernyős lesz, hanem Dialog Activity. Itt be kell állítanunk a manifest állományba, hogy milyen stílusú legyen az Activity, ez egy Dialog stílusú lesz, és ezt fogjuk megtenni. Egy nagyon rövid dia arról, hogy hogyan is kell ezt elképzelni. Tehát, ahogyan már említettem, egy Activity lehet Dialog is, azaz felugró ablak jellegű, ahhoz, hogy ezt a stílust el tudjuk érni, alapvetően az Android Manifest XML-be kellene, a következő sort beírnunk, ugye ez egy Android specifikus stílus, és stílus.dialoggal mondjuk meg tulajdonképpen, hogy hogy jelenjen meg az activity -nk. mire jó ez, például login képernyő elkészítéséhez, hogy ugye megnyomja a user, a user login gombot, itt látható, ez egy fő activity, ami most pauzda állapotban van, mert még látható, mert a másik activity, a user login nevű activity, nem fedi el teljesen, ezért pauz állapotban lesz, szépen be tudjuk adni a felhasználó nevet, jelszót, leokézni, és akkor mehetünk tovább. Tehát például erre jó a Dialog Activity. Ezt meg tudjuk tenni szamarinban, egy kicsit egyszerűbb módon, mint a natív járvás Itt is attribútumot használunk, és a léből mellett, ugye ami az activity a címét adja meg, a, definiálunk egy téma teget, és tulajdonképpen ugyanezt a szöveget, amit a natív ö, jávás írnám be a manifestbe, kell beírnunk a téma taghez, És akkor már is egy dialog activity van. Nosza, ö, csináljuk is akkor ezt most meg. Itt vagyunk tehát a second activity-be, és akkor vesző, és szépen írjuk be a következőt, hogy téma egyenlő, kukac android style per téma dialog, és akkor már is dialog típusú lesz az activity. -n. Nagyon jó. Ezzel megvolnánk. Akkor hozzuk létre a harmadik activity-t. Activity. -t. activity. activity. Jó, és akkor ehhez is kell egy layout. Ide csak egy sima gombot fogunk elhelyezni. Úgy, -ni. Ez is a, a back szöveget fogja megjeleníteni, és button back. Így, jó, minden stimmel. És akkor innen átmásolom ezt a sort. Már is van egy elütés, amire fény derült, mielőtt még fordítottuk volna a projektet, és a set uh, content view-nál ugye a layout is be kell állítanunk. előfordítjuk, hogy az előfordulás állomány helyreálljon, törd. oké, okay, back gomb, button back, click finish, tehát be fog zárulni ez az activity, lekerül a back stackről, jó, akkor a second activity-nél is van egy kis gond, így van, hogy itt vagyunk, nagyon jó, ezt kijavítottam, és akkor most jön az intent, indítani fogunk egy activity-t. Erre már néztünk példát, tehát nem kell részletesen elmondanom. És akkor ide beadjuk, hogy third activity igen, és this start activity, és átdobjuk ezt az intentet a rendszernek. Jó, tehát ezzel lehet indítani el egy activity és még egy fontos dolog van hátra, és ezt a kódrészt kimásolom, hogy a fő activity is át kell egy kicsit szerkesztenünk, ugye itt van, hogy main, oké, okay. ez lesz az, hogy button start second, jó, a szövege pedig az lesz, hogy start second activity. Oké, okay. Beard rebuild, main activity. Nézzük meg, hoppá, még nem jó. Ezt ki kell akkor törölni, kicsit most elkapkodtam. Build, rebuild. Start, second activity. Oké. Okay. Main activity, itt vagyunk. Átmásoljuk ugye Button, Button Start Second, Start, és Second Activity-t kell elindítani a main activity-ből. Jó, és akkor most fordítsuk le a projektünket, Jó, megjelent az alkalmazás. Én most kilépek belőle, visszamegyek a mainbe, így törlöm a log üzeneteket, innen, bocsánat, innen elindítom az alkalmazást még egyszer, így, ni, na és akkor látszik, hogy elindult az alkalmazás, onkriét, On-start, onrisum, életciklus függvények lefutottak. Most elindítjuk a Second Activity-t, Följön ugye egy dialog stílusú Activity, a Main Activity még látszik, ezért ez átment on pause tehát lefutott az on pause életciklus függvény, és a main activity az pause állapotba került. Ha most megnyomom a backet a second activity akkor on resume állapotba került a, a, main activity. Ugye csak a main activity-nek a függvényeit logoljuk ki. Most megint rányomok a start second activity-re, on pause életciklus függvény megint lefut, és most elindítom a start third activity-t, ebben a pillanatban a main activity on stop életciklus függvénye lefutott, tehát stop állapotba került, mert ez az activity már teljesen eltakarja a main activity ünket Na most, ha megnyomom a back gombot a tölt activity-n, azaz ugye ez be fog zárulni, akkor on restart, on start állapotba került a main activity, on resume még nem, mert akkor fog csak oda kerülni, ha itt is megnyomom a back-et. Tehát a second activity-nél megnyomjuk a back-et, és on resume állapotba kerül, tehát újra fut az activity tehát a fő activity most már újra fut. Jó? Tehát igazándiból ezeket az életciklus függvényeket ezzel az egyszerű példaprogram segítségével lehet szerintem jól áttekinteni és megérteni. Nem olyan egyszerű ez, mint amilyennek tűnik elsőre, hiszen mi most csak a fő activity életciklusát néztük, de közben a második és harmadik activity is valamilyen életciklus állapotba került. És ezeknek az activity egymással kommunikálni is tudniuk kell, adatot cserélni, és nem mindegy, hogy az egyik és a másik milyen életciklus állapotban van az alkalmazás futása közben. Ezeket kell nekünk helyesen lekezelni, és ez egy szép kihívás az Android fejlesztésbe. Ha elsőre nem érthető, nem baj, célszerű nézegetni, nyomogatni a telefonunkat, hogy mikor mi történik, és idővel, amikor már tapasztaltabbak leszünk, ez az egész össze fog állni a fejünkbe, és én most köszönöm szépen mindenkinek a tüzelmét és figyelmét, legközelebb valószínűleg a Backstack modellel fogjuk folytatni.